November 12-én hétfőn délután rendezte meg a Kovács Mihály tagiskola a Molnár Anna matematika versenyt. A város iskolái részére meghirdetett versenyről Antal balogágnes Balog Ágnes tanárnővel beszélgettünk. Ez a 12. versenyünk. Az első két évben még csak városi matematika versenynek hívtuk. 2003 óta Molnár Anna volt tanárnőnk. Halála óta hívjuk a versenyt Molnár Anna matematika versenynek. A versenyre 84 diákot hívtunk meg. A neves alkalom máig városi esemény maradt. A és az városi szintű maradt, annyi kiegészítése, hogy első perctől kezdve a Berekfürdői Általános Iskolát is meghívjuk, illetve a Karcagváros Általános Iskoláit. A feladatokat a tantervig követelményekre építve állítják össze, az már személyre szabott, hogy kinek mennyire nehéz. A versenyanyaga az általában minden évben hasonló, mindig igaz-hamis kérdésekkel kezdődik a verseny, utána valamilyen logikai feladat, illetve szöveges feladat ami annyi könnyebbség, hogy a gyerekeknek nem kell a feladatokat kidolgozniuk, bármilyen módon dolgozhatnak, számolhatnak, csak a végeredményeket kell a szöveges feladatoknál megadni. Igyekszünk építeni a tantervi követelményekre, az életkori sajátosságokra, de természetesen jó logikai képességre van szükség ahhoz, hogy a feladatokat meg tudják oldani. A Molnáronna versenyre a legjobbakat küldik az iskolák eleve a versenynek mindig van iskolai fordulója, amit gondolom minden iskola meg, megtart, és ugye eleve feltétel, hogy évfolyamonként minden iskolából maximum két fő jöhet, tehát az iskolai válogató verseny után kerül már ide minden iskolának évfolyamonként a két legjobb versenyzője. Hát ez már eleve megadja, hogy akik ide kerülnek, már otthon a saját iskolájukba teljesítettek. Igen, voltak nagyon szép eredményeink már, de azért már akik ide kerültek, mind már az iskolájukba kitűnnek tehetségükkel. Manapság minden felé nagy fektetnek a matematika, illetve a reál tárgyak iskolai népszerűsítésére. Ez természetesen az általános iskolákban kezdődik. Magyarországon, de az Európai Uniónak is ugye ez egy kitűzött célja, hogy a természettudományos és a matematika iránt érdeklődőket, illetve ezeknek a szakmáknak bővíteni és minél többen érdeklődjenek, nagyon nehéz. Bár mindig vannak olyan gyerekek, akik szeretik a matematikát, de elég nehéz, mert a gondolkodásmód, a logikai gondolkodásmód a mai életben nem annyira... Elfogadott, vagyis nem az, hogy elfogadott, hanem nehezebben, a gyerekek nehezebben veszik rá magukat arra, hogy próbáljanak minél nehezebb, minél gondolkodtatóbb feladatokat megoldani, de mindig van gyerek, aki ezeken szívesen részt vesz, és szép eredményeket érünk el, nem csak itt a városi versenyen, hanem más versenyeken is mindig vannak megyei országos eredményeink. Kiemelkedő tanára volt a matematikának Molnár Anna tanárnő is. Én elmondhatom, hogy nekem osztályfőnök, a matematika és fizika tanárom is volt Anuska néni, aki mindig messze menő türelemmel foglalkozott tanítványaival, mind a lemaradókkal, mind a tehetségesekkel, és ő az egész életét ennek az iskolának, az itt lévő diákoknak szentelte, és talán ez mindenképpen meghatározó volt abban, hogy róla neveztük el ezt a versenyünket a halála évében. A Molnár Anna matematika versenyre 2012-ben Karcagról és Berekfürdőből 84 tanuló érkezett.